A Pünkösdi Cigánymisszió Békési Központjában rendezték meg a II. Kárpát-medencei Cigánymissziós Fórumot. A szervezők célja, hogy olyan összefogást indítsanak el, melyel hatással lehetnek a Kárpát-medencében élő magyar ajkú roma közösségek felzárkózására. Meg a találkozónak a lényege, hogy a különböző Kárpát-medencében élő magyar ajkú, elsősorban roma közösségekkel, illetve akik a cigány misszióban dolgoznak a határon túlon, velük találkozzunk, beszélgessünk, ismerjük meg egymást. Az első Kárpát-medencei cigány missziós konferenciának, illetve magának a fórumnak is a jelmondata az volt, hogy egymás terhét hordozzátok, és ennek a jelmondatnak az égisze alatt gondoltuk azt, hogy folyamatos találkozásokra van szükség, így ez a második találkozónk, cigánymissziós fórum találkozó, és ennek kapcsán törekszünk arra, hogy megértve, megismerve, látva egymásnak a terheit, mik azok a kapcsolódási pontok, ahol tudunk egymáshoz kapcsolódni, egymásról tanulni, látni azokat a terheket, nehézségeket, amikkel más országban cigány testvéreink és nem cigány testvéreink, de a magyar néphez, magyar nemzethez valamilyen kötődéssel tartoznak, hogy tudjuk segíteni őket, és hát nyilván, ahogy említettem, mi magunk is tanuljunk tőlük. Muszáj, hogy tanuljunk egymástól, muszáj, hogy segítsük egymást, muszáj, hogy legyen kapcsolat közöttünk, hiszen Isten adja az ébredést akkor, amikor akarja. De az edényeket nekünk kell biztosítani. És ez is egy prófétai kijelentésünk volt Elizeus és az olaj történetében, az özvegyasszony történetében, hogy jönni fog az az olaj, de először gyűjts edényeket, és ne keveset. És most gyakorlatilag ebbe az edénygyűjtésnek az időszakában vagyunk. És akkor, amikor képzünk embereket, akkor, amikor felkészítünk embereket, tanítványozunk, amikor gyülekezeteket plántálunk, amikor a misszióba újabb és újabb kapcsolatokat és erőforrásokat vonunk be, akkor gyakorlatilag ez edénykészítés, amelyet az Isten majd meg fog tölteni olajjal, az ébredésre ott lesznek a kész edények. Hisszük, hogy ez a fórum alkalmas arra, hogy együtt imádkozva, gondolkodva munkálkodjunk az emberek megtérésén, életváltozásán, hogy Isten bennünket használva formálja át a népeket és a nemzeteket, fogalmazták meg a fórum résztvevői. Az esemény egyik vendége Makai Péter, az Erdélyi Református Cigánymisszió vezetője volt. Én azt hiszem, hogy nekünk azt kell észrevenni, hogy mit kell még megtenni. Tehát, hogy mire indít a mi úrunk, hogy megtegyük. És ezek a fórumok, ezek az alkalmak, ezek a találkozások pontosan arra jók, hogy felnyissák a szemünket, hogy mi az, ami még teendő, mi az, amit még meg kell tenni. Körülöttünk azok a testvérek, akik a missziókban dolgoznak, hol állnak, hol érzik azt, hogy fejlődni kéne, és hogyan tudnánk együtt munkálkodni az Isten dicsőségére. Az eseményen résztvevő országok képviselői is beszámoltak a cigány misszió területén szerzett tapasztalataikról, amelyek között lelkesítő és szívszorító történeteket egyaránt hallhattak a fórum vendégei. Testvérek, ige hirdetőkre van szükség, buzdításra, és én buzdítlak benneteket, aki tud bizonyságot tenni, aki tud igét hirdetni, ne hozzon semmit. Nem kell nekünk semmi. Csak jöjjön el. Csak adjon egy egyszerű igai üzenetet, amit ő megél minden nap. Hogy ezzel is tanítsuk az Isten népét, hogy hogy kell helytállni. Hogy bátorítsuk a hitben járásra. Azt megtapasztaltuk, hogy hitáltal vagyunk megtartva, hitáltal élünk ottan, ahol vagyunk, Isten rendelése szerint, és ameddig akar Isten, még ott maradunk. Isten áldását kérem rátok, testvérek, az Úrban legyetek erősek és kitartóak.